A vasárnapi férfi döntőben újabb magyar éremnek örülhettünk a Fehérvári Junior 5 tusa elbén. Igaz, a fiúk nem kezdték jól a napot, a vívás egyiküknek sem sikerült, a medencében azonban már jobban ment. A lovaglás során pedig bizonyították, lovas nemzet a magyar, Málics István nyerte a számot Demeter Gergely előtt, mindketten egyaránt 1200 pontot teljesítettek, harangozó Bence pedig hibával 1180 ponttal nyolcadikként zárt. Így a magyar csapat nagyot lépett az éremszerzés felé. A kombináció előtt ugyan még negyedik volt az együttes, de a selejtezőben mutatott forma alapján bizakodhattunk. Harangozó és Demeter hozták is a megfelelő formát, mindketten nagyot léptek előre. Demeter a 13-ról a 8-ra, míg harangozó 10 helyet javítva végül 11-ként zárt. Nagyon álmosan kezdtem ezt a napot, ezért, ezért sikerült ilyen gyengén a vívásom. Hát egy közepes úszással följöttem a 19. helyre, ami magamhoz képest, vagyis a legjobbamhoz képest eléggé elmaradtam. De utána egy hibátlan lovaglással elég sokat föl tudtam jönni a 13. helyre, és csapatban is ezzel följöttünk, és végül egy egy jó lövészettel inkább, mint futással, följöttem a nyolcadik helyre. A vívásban még marad benne egy körülbelül 100 pont. Az úszásnál nem, nem örülök, már nulla hét az szerintem nagyon rossz, de hát így is tizedik sikerült lenni, örülök neki. Málics István sajnos a lövészet során rontott, így 26-ként zárt, ami viszont sokkal fontosabb, hogy a magyar csapat ezüstérmes lett. Az egyéniben induló a juniorok között most debütáló Stróbl Krisztián a nagyon biztató 23. helyen ér célba. A kombinációs számban ráadásul az ötödik legjobb teljesítmény volt az övé. Az Európa bajnok egyéniben a litván Lukás Kontrimavicius lett, még csapatban az orosz trió győzött.